Visszavarták mind a két lábát annak a 17 éves fiúnak, akit még vasárnap éjjel ütött el a villamos. A bal lábát a bokájánál vágta el, a másik szilánkosra tört. A János kórház sebészei mind a két lábát úgy tűnik legalábbis megmentették. A műtétet végző orvosok egyike dr. Juhász András. Jó estét kívánok, tanár úr! Jó estét kívánok! Sikerült megmenteni a két lábat, vagy az még nem biztos? Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy igen. Természetesen ez véglegesre még nem mondható, hiszen nagyon sok tényező van, ami még ezt befolyásolja a közel és a távol jövőben, de így az elmúlt három nap tapasztalatai alapján azt tudom mondani, hogy nagyon nagy eséllyel igen. Amikor meglátta a lábat, hány százalék esélyt adott, és hány százalék esélyt ad most, ha lehet ilyet kérdezni? Hát, ha számszerűsíteni vagyok kénytelen, 30% alatt volt az esélye, amikor bejött, most jó 70% fölött van. Az ön praxisában milyen gyakran fordul elő ilyen nagyon-nagyon-nagyon súlyos műtét? Ez a típusú műtét, tehát amikor egy nagyon súlyosan roncsolt, közel amputált végtagot vagy amputált végtagot megpróbálunk megmenteni, tehát a legkisebb esély mutatkozik rá, hogy neki merünk fogni ennek a műtétnek, és rá is esély mutatkozik, hogy ez sikerül is, nagyon-nagyon ritka. Több évente egy. Hát tanár úr, akkor tisztelettel gratulálok önnek és a kollégáinak ez a sikerhez. Nagyon szépen köszönjük.